Procikám, valahogy sejtettem, hogy itt foglak találni téged. Hello, Szilágyi Jacsi. Ha már VF, akkor kell, hogy horgászunk egy picit. Te szoktál horgászni? Szoktam, szeretek is, de most egy kicsit úgy éhes is vagyok, meg itt van egyébként a családom, és ők már szerintem boldogan csúszdáznak valahol, a vagy te nem kergőn. Tudom. De most csináljuk azt, hogy ha én itt nem járok szerencsével, még egy 5-6 órát itt elüldögélünk, ha én nem járok szerencsével, akkor azért a parkétteremben lehet, hogy kóstolhatnánk valami finomat. Jó, oké, addig én ledőlök. Jó, jó. Hozzon nekem is egy sört. Fekve figyelem a kapás jelződet csukott szemmel. Gyanítom, hogy az ilyen figyelem lesz. Na cső, adjál, hello! Uram, nagyon köszönöm. Jéggel minden, ahogy kötelező. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Jaj, mindjárt jobb. Képzeld el, hogy gyakorlatilag a procit nyilván csak úgy találtam meg, itt egy kicsit elkezdtem bolyongani, de hát a perces standon tett. Hát? Nem bírtam ellenállni ennek a lehetőségnek. Tudom, hogy most itt vagytok, családos Tuszilán, és tudom, hogy most kijöttünk ide, a ritályok meghívtak minket, de picit elcsábultam egy pillanatra. De ez az a hely, ahol azért vannak az emberek, hogy jól érezzék magukat. Abszolút mértékben. Na mesélj egy kicsit magatokról, mert azt hallottam, hogy egy kisebb-nagyobb felújítás is történt. Nem is kisebb. Nagyobb felújítás. Nagy ráncfelvarrás volt az éttermünkön. Majd meghívlak benneteket, hogy nézzétek meg. Szerintünk szép lett, és a vendégeknek tetszik. Úgyhogy ennek nagyon örülünk. De ez a konyhátok az ugyanolyan jó, mint volt? Igen. Vagy még jobb? Még jobb szerintem. Ezt leteszteljük. És amikor én úgy emlékszem, amikor legutoljára itt voltál, megígérted, hogy a gyerekeidet is elhozod, hogy hadd nézzék meg, hogy mi van itt nálunk, és hogy csúszdázzanak nálunk. Minden óhajod így teljesüljön. Ott van egy gyönyörű hölgy és két gyönyörű gyerek, ők a kis családok. Nagyon örülök, hogy megismertetik őket. Én mindig, tehát nekem olyan érzés, hogy imádom ezt a helyet, mert tényleg a kikapcsolódásról szól, és hát most van a szezonja. Tehát annyira kár, hogy itt aztán nem sokára jönnek a hidegebbek, és akkor már megszűnik az élet a strandon, minden bezár, és akkor nem lehet ide jönni. De lehet hozzánk jönni egész évben. Horgászni lehet, amíg a tóbe nem fagy. Wow! És meg az éttermünk. Az működik egész évben? Egész évben. A felújított éttermet egész évben. Ha még azt mondod, hogy tematikus estéket is tartotok, akkor... Igen, azt is tartunk. Akkor megint megígérem, hogy visszajövök. És milyen tematikus estéket vannak? Szoktunk, ami nagyon szeretik a vendégek, azok a régi nagy klasszikusok névre hallgat nálunk, ja. Amikor a régi, jól bevált, régen étlapon tartott ételeket hozzuk. Valamit lehet, hogy postolunk én ezt irányban. Ó, az persze, mindenki. Gyertek be, mindenképp ott együtt. A hűvösbe. A hűvös, légkondisítve. Jó, beteszünk majd. Mit ajánlál nekünk, Rita? Hogy azért meleg van, nyár van, bár a Szilárd nagyon szereti a komolyabb húsos dolgokat, de én például el vagyok valami sokkal lazább történettel. Hát akkor a Szilárdnak mindenképpen a tarjasztékünket ajánlom. Ó, ez jó. Én figyelj, meg is vettél. Jó, oké. Okay. Én kész vagyok. Neked pedig vagy halat, vagy csirkét. Melyik lenne most? Nézzük meg a halas történetet. Szerintem, ha már itt vagyunk tényleg horgásztó, nézzük meg a halas. Igaz, hogy ez nem édesvízi hal, amit aha. Én kínálgatok neked, de egy grill halfilé vokzöldségekkel. Ez egy nagyon laza kis nyári étel. Úgyhogy... Ezt én is bevállalom, köszönöm szépen, menjünk, kóstoljuk meg. Ó, ez a baby adag lesz az enyém, köszönöm szépen. Micsoda tányér jár hozzá, fantasztikus. Ó, köszönöm szépen. Figyelj csak, nem is köszönöm. Tudom eldönteni, mert én képzeld el, hogy megittam az italomat, hogy ehhez mi dukálna egy sör, vagy egy fröccs. Egy pohár sör, egy jó hosszú lépést. Egy jó hosszú lépést választanék, jó? Köszönöm, uram. Szilárd, ismételten vár ránk egy komoly feladat. És te meg mit kaptál? Én grillezett zöldségeket hallal, talán tőkehal? Nem tudom hirtelen. Talán tőkehal? Igen, tőkehallal. Ez marha jól néz ki. És a burgonya, a kedvencem, gyerekek. Azt nézd. Én is kaptam olyan burgonyát. De most letúrom, hogy lássam a húst. Ami kellemesen meg van áztatva egy kis szószban, és hát nem véletlenül steak, kívül ropogós, nézd csak belül puha, és rendes vastagsága van.
majd írjátok, hogy 20 perccel később. No. Ilyen szépen megették a szemédet, azért hoztam nektek egy kis desszertet. Köszönjük szépen. Remélem iszlenni fog. Brownie-t neked pedig fagyit hoztam. Fagyival. Szépen. Pontra szépen köszönjük. Pont ráéreztél, hogy a fagyira vágytam, úgyhogy... Én meg alvásra, de nem fagyit. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük. De ne menj messzire, kérlek. Ja igen. Gyere igen. Vissza hozzánk. Megesszük a desszertet, abban biztosan biztos lehetsz, de minden műsorunkat le kell zárnunk, és azt mondjuk egy szlogennel szoktuk lezárni. Tudod a szlogenünket? Igen. Kóstolj bele pomáromban. Tudta! A szilárd számon, és belenézzük abba a nagy kamerába, és azt mondjuk, hogy 1, 2, 3, és kóstolj bele pomáromban!